Mi jött lél ide, miért nem ültél otthon, te így van, így van. A székelyeknek hogy bék. Nem vagy korrekt, ennyi, nem vagy korrekt. Te akarsz a miniszterelnök lenni? A disznóólamot nem bíznám rád, érted? A disznóólamot. Pont Mezővásárhelyen ki mellé álltatok. Hát így van. Odaálltok, oda, mindig odaálltok. Oda, korrektek legyetek, ennyi, pont. Azt csináljuk, szeretném elmondani korrekten a véleményemet. Nem vagyunk kíváncsiak. Nem vagyunk kíváncsiak. Árulókkal nem tárgyalunk. Így van. Szóljon a műhelyzet. Mi lesz Simicskával akkor? Mert Simicskának benne van az ödibe. Azt vártam volna el tőletek most is, hogy maradtak azon az oldalon, ahol eddig voltatok. És azzal a 20-22%-kal mondjuk, ha bejut a parlamentbe a Jobbik, most nem fog annyit kapni. Meglátjuk. Nem fog. Meglátjuk. Következetesen lehetett volna előrébb haladni. Sokkal előrébb lettünk volna azzal, mint hogy most Szél Bernadett és az összes többi ilyen őrült el, vagy nem is tudom, hogy mondja. Mit fogtok csinálni, ha ezek azt akarják, hogy a migránsokat befogadjuk? Már nem akarjuk. Nem akarjuk. Miért mondunk? Soha nem mondunk. A kerítés azt kitaláltuk ki. Nem értettem, hogy miért kell ezt a párfordulást megcsinálni. Miért kell nyitni a baloldal, vagy az álbaloldal, vagy a liberálisok felé. Mi az emberek felé nyitottunk. Nem. Gyurcsány felé nem nyitottunk. Gyurcsány felé nem jutottunk. De bármikor Gyurcsány Ferenc részéről fölmerül az, hogy elvegyék a szavazatokat, mi mindig visszautasítjuk, és soha... Nem hallottam. Érdek, te, túl halkan, túl halkan mondják. Nem, ez nem igaz. Sokkal hangosabban kéne ezt mondani. Nem igaz. Itt, média előtt, Marosvásárhelyen nevesz, ne csikertsük a feszültséget. Az embere most azt mondta, hogy egyedül, aki az erdélyi magyarság ellen állt, az Orbán Viktor. Na most ebben a pillanatban én önnek hátat fordítottam. Ennyi. Köszönöm. Én tisztelelkismerettel jöttem Erdélyre, Erdélybe, tisztelelkismerettel megyek Székelyudvarhelyre is, és bízom benne, hogy kormányon tudunk majd bizonyítani az ide jött embereknek, hogy a Jobbiktól nem kell félni, a Jobbik a magyarságért fog dolgozni, illetve határon túli magyarokért is. Gondolj, veszített népszerűségéből a Jobbik Erdélyben a népszerűségéből? Hát ez majd eldől 2018. április 8-án. Nem tudok valami. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük.